Horgászturizmus, két vendégházat építetett a Mezőtúri Horgász Egyesület. Megvilágosodás, Szarvason is demonstráltak a kivilágított biciklisek. Mix Kupa, 15 csapat versenyzett az 5. szarvasi Mix röplabda tornán. Jó estét kívánok, Kóródi Ágnes vagyok. Két vendégház is felépült a Mezőtúri Horgász Egyesület vizeinél. Az egyesület vezetése fellendülést vár a beruházástól, hiszen a matulalak létesítésével a vendéghorgászok száma is megnövekedhet a márciustól októberig tartó időszakban. Mezőtúr város vezetésének egyik célja, hogy a turizmusból származó bevételeket növelje, így a horgászturizmus fellendítése az egyik legjobb lehetőségnek tűnik a város életében. Itt az egyik kitörési pont. A turtai holtág, a horgászat, a horgászturizmus, és ezen belül ez egy óriási lépés. Egy civil egyesület 50 millió forintot nyert egy beruházásra, amely most készült el, ami nagyon fontos, hiszen az ide látogató vendéghorgászokat itt úgy lehet vendégül látni, hogy innen nem kell már bemenjenek más szállást keresni, hanem akár itt elszállásolva rögtön a vízparton mehetnek horgászni. Ez egy nagyon fontos dolog. A Mezőtúri Horgász Egyesület 2005 óta birtokolja a halásztelek turtő harcsás holtágrendszer halászati jogát, így az évek során megkétszereződött a tagság, és a horgászturizmus lett a legtöbb vendéget csalogató program. A változások hatására döntött úgy 2009-ben az egyesület vezetése, hogy vendégházak építésére pályáznak. Pályázatot a kistérségi líder keretein belül nyertük meg. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai támogatások megvalósítására kaptuk ezt a pályázati összeget. A támogatás jog címe, hát most itt egy rendeletszámot fogok felsorolni, ez a 137/2008-as 10. hó 18-as számú FVM rendelet. A támogatásra ítélt összeg az 51.532.498 forint, amit érdemes megjegyezni a támogatás, hogy ez 100%-ban államilag támogatott pályázati összeg volt. Egy utófinanszírozott pályázatról van szó, tehát nekünk csak az utófinanszírozás kérdését kellett megoldani, de tulajdonképpen ezt az összeget teljes egészében a horgászházak beruházására fordíthattuk. Köszönhetően a helyes hallgazdálkodásnak és a jó fogási eredményeknek a több mint 60 éves Mezőtúri Horgász Egyesület létszáma folyamatosan emelkedik, így szükséges volt fejleszteni szolgáltatásaikat. A Mezőtúri Horgász Egyesület 2005 óta tartja kezelésében ezeket a vízterületeket. Ez alatt, az idő alatt, mióta abszolút horgászkezelésbe kerültek ezek a vizek, a fogási átlag az meg többszöröződött, tehát nagyon jó fogásokra számíthatnak itt a horgászok, és az ide látogató vendéghorgászok száma is látványosan megnövekedett. Ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk évi olyan 1500-2000 vendéghorgász jegyet adunk el éves szinten, ami nem jelent ennyi horgász természetesen, de hát mit tudom, egy 500.000 horgászt jelent itt, aki a vizeinket látogatja. És szeretnünk volna biztosítani számukra olyan környezetet, illetve olyan épületeket, amiben nyugodtan tudnak pihenni, illetve itt tartózkodni a vízparton. A másik nagyon fontos dolog, ami miatt ezt a pályázatot beadtuk, az, hogy a Mezőtúri Horgász Egyesület taglétszáma mint egy 800.000 főre tehető. Ez ugye most a válság hatására egy picit csökkent, de ennek a létszámnak a 25%-a az ifi, illetve gyermekhorgász. És ezek az épületek, én úgy gondolom, hogy a nyári időben, a nyári szünetben a gyermekek számára ilyen horgásztáborokként fognak funkcionálni. Tehát ez volt a másik, és ez alapvetően ez a legfontosabb indok, amiért beadtuk ezt a pályázatot. A fejlesztés során két egyenként közel 60 négyzetméteres alapterületű házat építettek, melyekhez raktárépület és szennyvíztároló is csatlakozik. Az átadó ünnepségen megjelent Herceg Zsolt, Mezőtúr polgármestere is, aki óriási jelentőségűnek nevezte a beruházást. Mezőtúrnak feltett szándéka az, hogy a turisztikát fejlessze, és ez, én úgy gondolom, hogy egy lépés, egy igen kis lépés, de ugyanakkor jelentős lépés a turisztika fejlesztése területén. Az önkormányzatnak az a szándéka a jövőben, hogy akár a Horgász Egyesülettel, civil szervezetekkel együtt, közösen gondolkodva kell áttekintenünk ezt a kérdést, és közösen munkálkodnunk azon, hogy a turisztikában, még ezen túlmenően, ezen a beruházáson is túlmenően különböző fejlesztéseket tudjunk végrehajtani. Egyébként az önkormányzatnak számos elképzelése van, és számos projektet indítottunk el már az eltelt egy esztendőben. Mik ezek? Például az infrastruktúra területén, itt a holtágaknál két helyre tervezünk
pályázatot benyújtani aszfaltos út elkészítésére, tehát burkolt utat szeretnénk megvalósítani. Az egyik az például éppen ide vezetne, ez a horgásztanyához, tehát a megközelíthetősége ezzel jelentősen javulna, a másik pedig innen nem messze szintén ezt a Holták szakaszt érinti. Ezen kívül a város beadott durván 3 héttel ezelőtt egy olyan pályázatot, amely a Hortobágy-Berettyó főcsatorna város melletti szakaszának a környezetvédelmi rehabilitációját célozza meg. Ezzel azt kívánjuk elérni, hogy a folyónak a város melletti szakasza az emberek számára vonzó legyen, és egy, ha úgy tetszik, egy olyan turisztikai attrakcióvá váljék, amely oda vonza az embereket, és hát természetesen nem csak a turistákat, hanem a mezőtúri embereket is. A Matulalak vendégházai új időszámítást nyitnak a Horgász Egyesület életében, hiszen eddig hasonló nem létezett a mezőtúri horgászvizek mentén. Az átadón Búsi Lajos, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára kiemelte, hogy mindez civil kezdeményezésből valósulhatott meg. Egy egyesület, ráadásul civil szervezet valósít meg egy olyan saját maga által kitalált és saját maga által fölépített programnak egy első ütemét, ami azt hiszem, hogy példamutató. Példamutató nem csak Mezőtúr városának, hanem az egész térségnek, hiszen ha valaki mer valamit csinálni, mernek kitalálni ilyen jó dolgokat, akkor a megvalósításhoz nekünk, a minisztériumnak segítséget kell biztosítani. Hiszen az a jó, hogyha mindig vidéken találják azt ki, ami a vidéki embernek jó, és lehetőség szerint olyan ötletekkel jönnek, amit mi meg tudunk támogatni, vagy például itt, hogy ez a LEADER forrásból származik, a helyi szervezet meg tud támogatni. Azt hiszem, hogy ez a kezdeményezés, amit ők elkezdtek, ráadásul ez egy a legnagyobb egyesülete Mezőtúrnak, a Horgász Egyesület. Egy olyan kezdeményezés volt annak idején, még Balázs Árpád nevéhez fűződik, aki sajnos már nincs közöttünk, hogy méltó, és azt hiszem, hogy talán nevet is lehetne adni ennek a kis üdülő falunak majd, hogyha úgy kiépül, és bízom benne, hogy az ő nevét fogja majd viselni, hiszen olyan ember volt ő is, aki ezt maximálisan megérdemli. A Matulalak épületei tehát egy hosszú úton megtett első lépésnek tekinthetők, mellyel bővült a Horgász Egyesület, s vele együtt Mezőtúr városának turisztikai kínálata is. 8 városban több száz kerékpáros részvételével indult a világítás használatának fontosságát hangsúlyozó felvonulás pénteken este Békés megyében, így Szarvason is. Az eseményre városunkba érkezett dr. Gyurosovics József rendőrdandártábornok és Erdős Norbert Békés megyei kormány megbízott is. A Békés megyei Balesetmegelőzési Bizottság 8. alkalommal rendezte meg a megvilágosodás napját. A 2001-ben útjára indított kezdeményezés célja az, hogy a kerékpárral közlekedők figyelmét ráirányítsák a világítás használatának fontosságára. A rendőrség bűnöző tevékenységén túl itt Békés megyében rendkívül komoly figyelmet fordít a közlekedés biztonsági helyzetre. Ugye megyénk földrajzi helyzetéből adódik az a része, hogy sík területen van, így nagyon sokan használják a közlekedésre a kerékpárokat. Hadd mondjak néhány statisztikai adatot, ami jellemzi az elmúlt időszakot. Mindegy 19%-kal csökkent a személyisérüléses baleset a 2010 hasonló időszakához képest, és kevesebb, mint 100 emberre, kevesebb ember sérült meg az útjainkon. Én úgy gondolom, hogy ez fontos dolog. És visszatérve a kerékpározásra, sajnos ezen a téren még van hiányosság itt a megyében. A kerékpárosok, a kétkeréken közlekedők mintegy 25%-át okozzák a személyisérüléses baleseteknek. Ezért a rendőrségnek egy nagyon komoly feladata az, hogy már fiatal korban, általános iskolában megtanítsa a gyerekeket arra, hogy helyesen tudjanak közlekedni a közúton. A felvonulást megelőzően a pénteki napon a biciklisek részére akciót szerveztek több város kerékpárszervizében, ahol ha megvásárolták járművükre az első világítást, a készlet erejéig ajándékba kapták a hátsó lámpát, és a felszerelését sem kellett kifizetniük. A résztvevők még prizmákat és fényvisszaverő matricákat is elnyerhettek, majd az így kivilágított biciklisek túrára indultak a városokban. Megpróbáljuk felhívni a figyelmet a kerékpáros közlekedés veszélyeire, hiszen csak a elmúlt 9 hónapban minden negyedik baleset sajnos kerékpáros baleset volt, és hát ennek is minden másodikát a kerékpárosok okozták. Úgyhogy egyrésztről nyilván szól a mai akció a kerékpárosoknak, másrésztről pedig a közlekedés más résztvevőinek, elsősorban nyilván az autóval közlekedőknek, hogy a balesetbiztonságra, a figyelemfelkeltésre próbálunk fókuszálni.
A kerékpár kötelező felszerelései között ugyan szerepel az első és hátsó lámpa, a kerékpárosok egy része azonban nem használja ezeket az eszközöket. Így nem csak szabálytalanságot követel, hanem veszélybe sodorja saját, illetve sok esetben a kerékpár pótülésén szállított gyermek testi épségét, életét is. A megvilágosodás napját egy év múlva ismét megrendezik, hogy tovább csökkenjen a kivilágítatlanságból bekövetkezett balesetek száma. A helyiek mellett még 8 város képviselői érkeztek az 5. alkalommal megrendezett szarvasi mixröplabda tornára. A szarvasiakból és gyomaendrődiekből álló Szarvashiba nevet viselő csapat a 3. helyet szerezte meg a hétvégi tornán 2 kecskeméti csapat mögött. A szarvasi röplabdások eleinte csak játékosként vettek részt a mix tornákon, de 5 éve már saját maguk is rendeznek versenyt, mely egyre sikeresebb. 15 csapat érkezett Szarvasra. Hát ebből, akik közel vannak, kecskemétiek, ugye az egy, a röplabdásoknak egy nagy fellegvára, ők 4 csapattal jöttek el, aztán a közeli Izsákról, ami hát kecskemétiekkel elég szoros kapcsolatban van, ők hoztak egy csapatot, Székesfehérvárról van 2 csapat, Bonyhádról van egy csapat, Pécsről van egy csapat, azután Gyöngyösről van egy csapat, Szarvasról 3 csapat van, Szegedről van egy csapat, és Szentes Csongrádról is van egy csapat. A mixelt csapatokban hölgyek és urak egyaránt versenyeznek, annyi kikötéssel, hogy csapatonként legalább 3 nőnek kell a pályára lépnie. A verseny lényege itt is a pontgyűjtés egységnyi idő alatt, így a taktika minden csapatnál lényeges. Mindig attól függ, hogy egy-egy csapatnak jobban megy, kevésbé megy, tehát sok mindentől függ, de sok pontot össze lehet gyűjteni egyébként, hogyha mindenki odafigyel arra, hogy időben tudják az adogatást elkezdeni, ha elgurul a labda, az gyorsan visszajöjjön. Tehát itt ilyenkor mindenki vigyáz arra, kicsit taktikáznak is néha azok, akik vezetnek, az előfordul persze, de azok, akik meg ugye vesztésre állnak és szeretnének kiegyenlíteni, azok meg mennek a labdáért minden áron, hogy minél több pontot esetleg még szerezzenek. A röplabdának ezt a válfaját is kétféleképpen játsszák. Az egyik az, ahogy mi is játsszuk, hogy a női és a férfi háló közötti magasságban vannak beállítva a hálók félúton, és lehet a férfiaknak a hálónál felugorva ütni. Van egy másik változata, amit főleg a Dunán innen és az északi részeken, Tatabányán, Gyöngyös környékén játszanak. Ők úgy azt hallják, hogy a nők jobban szeretik, hogyha nem kapnak nagy ütéseket közelről. Persze úgy is kapnak, mert ott ők meg női hálónál játszák, és csak a hármason kívül lehet felugorva ütni a férfiaknak, viszont a hálónál talpon állva tudnak ütni, és hát a magas férfiak ott nagyokat ütnek talpról is. A szarvasiak általában jól szerepelnek az amatőr versenyeken, a hétvégi kupán a 3. helyet szerezték meg. A csapaton fiatalítottak, így erős mezőnyben is helyt tudnak állni. Legközelebbi mix tornájuk Bonyhádon lesz, melyet decemberben rendeznek meg. Ez volt a Szarvasi Híradó, köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket holnap is, viszontlátásra!